Sziasztok, üdvözlök mindenkit, ez itt a Szamárpad. Mindenkitől azt szeretném kérni, ha még nem tettem, most iratkozzon fel a csatornára, a feliratkozás gomb megnyomásával, ez nagyon fontos. Örömmel jelentem nektek, hogy elkezdtük az interjúk magyar nyelvű feliratozását, így hamarosan a hallássérültek is követhetik a beszélgetéseket. Amelyik videóhoz már elkészült felirat, azt a bélyeg képen és a videó címűben is fel fogjuk tüntetni. És most pedig az eheti vendégünk Kokorelli Endre, író, költő, volt országgyűlési képviselő. Szervusz, Endre! Szervusz! 2020-ban jelent meg az egy belga revolver, avagy mit is éltünk, itt meg voltak éppen című köteted, ami a 116 identitásmondat egy K&K konferenciához című részlettel indul. Ebben sokat elárulsz a felmenőidről is, egy picit idézek belőle. A trianoni békeszerződésben Romániához csatolt rész 10.000 négyzetkilométerrel nagyobb a mai Magyarországnál. A gelencei Szent Imre templom olyan messze van Pesttől, mint a müncheni Frauenkirche. Összes nagyszülőm a mai Magyarország területén kívül született. És akkor mesélj azt az olasz, horvát, német, felvidéki és erdélyi őseidről, akik sokszor magyarul nem is beszéltek, és akiket a monarchia hozott össze. És bennem így az osztrák-magyar monarchia kicsit olyan, mint egy ilyen 19. századi közép-európai unió egyébként. Te mit tartasz legfontosabbnak ebből az identitásból? Mi az, amire büszke vagy ebből a Trianon előtti családtörténetből, Magyarországból és ebből a kultúrából? Ja, írom ebben a szövegben, ha jól emlékszem, hogy lehet, hogy máshol mondom, hogy hogy az identitás az egy adott dolog, tehát van, és az ember, amikor él meg minden, akkor egyáltalán foglalkozik. Amikor csak úgy van, csinálja dolgait, meg okoskodik, meg csajozik, meg nem tudom mit csinál, fotizik, akkor egyáltalán nem foglalkozik az identitásával, és aki túlzottan foglalkozik az identitásával, annak nyilván problémái vannak ezzel. Ezt most leírólag mondom, és nagyon megértő vagyok azokkal az emberekkel kapcsolatban, akiknek identitás problémáik vannak, állandóan bizonyítatják, hogy ők magyarok, meg zsidók, meg németek, meg franc tudja milyenek. Hát bizonygassák, én nálam ez tök adott, tehát van, és csak akkor szembesülök vele, ha mondjuk rákérdezel például, tehát nézd, nem vagyok se büszke, se nem büszke arra, hogy mondjuk a családom, vagy a felmenőim, vagy hogy magyar, meg ehhez hasonló, most mit büszkélkedjünk ilyen dolgokkal, de kétségtelen, hogy mondjuk jó szívvel gondolok ezekre a dolgokra, tehát a felmenőimre is, és bizonyos dolgok imponálnak nekem, hát végig is meg tudták magukat csinálni, és tehát nem voltak lúzerek, hogy így mondjam, és ez mondjuk egy ilyen megelégedéssel tölt el. Hát mondjuk kicsit, hogy ráadásul többen ilyen, mármint a felmenőim közül áti gazdagok is voltak, meg ilyen nagybirtokosok voltak, meg ez, meg az. És hát mondjuk én eléggé, azt mondjuk tényleg rosszul éltem meg, hogy gyerekkoromban, meg így fiatal, vagy kamaszkoromban baromira szegények voltunk, tehát irgalmatlanul semmi nem volt. És hát hogyha ez így eszembe jut, az tudás, hogy nyomor, de ilyen nagyon szegényes valami, hogy mit tudom én, nincs csokoládé, egy héten egy tábla csokoládét kaptunk a húgommal. Mondjuk ez erre gondolok, akkor mélyen hörgök, hogy úgy mondjam, hogy ezek a felmenőim milyen jó jártak, vagy jó életük volt. Hát kb. Ez. Az, hogy a családod ennyi mindenen ment keresztül, ugye, ahogy lehet itt ebben is olvasni, hogy az államosítás, kitelepítések, az országhatárok zúgtak el a fejetek felett.
Ezt tett téged ilyen optimistává, ilyen lezserré, hogy majd úgy is lesz valahogy, mert nem, ezek a dolgok nem olyan fontosak, és hogy a történelemre úgy is csak korlátozottan van hatásunk, van valami, gondolsz így erre? Vagy ezt csak én gondolom bele? Nézd, nem tudom, hogy mivel van pontosan így függés, de az tény, hogy van bennem egy ilyen, egyfajta ilyen ontológiai derű, ha lehet ilyet mondani, így a Mésző Miklós mondta, hogy én ontológiailag vagyok optimista, ezt mondta az akkori, egykori telekszomszédom, a 80-as évek, 90-es években, tényleg szomszédok voltunk Mésző Miklóssal a Kisrosziban, és ő mondta egy kicsit bosszusan rám ezt a dolgot. Én nem pozitív, optimisták nem gondolom magam, mert mire legyünk optimisták, mindjárt megöregszünk és meghalunk 3 perc múlva, de van bennem egyfajta ilyen pozitív attitűd, az kétségtelen, tehát nem vagyok egy ilyen nyafogós fajta, egyáltalán nem nyafogok. Tulajdonképpen az a véleményem, hogy egy bizonyos, egy szignifikáns százalékban a saját kezünkben van a sorsunk. Tehát, hogy az életünk alakulásában nekünk nagyon erős befolyásunk van, és nem lehet állandóan fölfele mutogatni, vagy a vezetők, úgynevezett vezetők felé, vagy még följebb a Jóisten felé, hogy csináljanak már valamit velünk, a sorsunkon, hanem nekünk kell a kezünkbe venni, és aki kezébe veszi, és összeszedi magát, mondjuk így, tényleg, ha teszik, struktúrálja magát, megszervezi magát, akkor tulajdonképpen egy egész jó életet tud élni. A futballról szokták még azt mondani, hogy egy nagyon fontos ilyen identitásképző, és az biztos. Biztos vagyok benne, hogy az egy lakosra eső futballkedvelő írók száma Magyarországon jóval nemzetközi átlag felett van. Ahogy én megnéztem, mondjuk Eszterházy, Cucurelli, Csaplár Vilmos, Garaci László, Kis Tibor Noé, és sorolhatnám az egész író válogatottat. De egyébként is Magyarországon a futball mindig a kiemelt sportok közé tartozott. Az első között voltunk ott szerintem, akik világbajnokságon részt vettek, és talán Magyarország az egyetlen ország, amelyiknek a miniszterelnöke igazolt labdarúgó. Szóval a futball többször játszott kulcs szerepet a magyar politikában és a történelemben. Te mit gondolsz, miért olyan fontos ez nekünk magyaroknak? Ez a hagyomány és a régi sikerek miatt van, vagy ez valami más dolog, vagy ez véletlen? Vagy ez nem csak ránk jellemző esetleg? Ezt ketté választanám. Egyrészt azt gondolom, hogy a futball az az európai kultúrában, meg a nyúlványaiban, ugye, de akár ugye Dél-Amerikát is ide, persze ide kell venni. De most már nagyjából azt kell mondjam, az egész világon egy ilyen a legelterjedtebb ilyen közösségi játék, amelyik jóval több, mint játék. Illetve hát bonyolult az a szó, hogy játék, mert azt gondolom, hogy a játék az a legkomolyabb dolog. Tehát a játék az egyetlen dolog, amiben nem lehet se csalni, se lehet, csak nem érdemes csalni, vagy nem érdemes hülyéskedni, vagy nem érdemes elszórakozni a dolgot, azt tényleg halálkomolyan kell venni. És a futball az a minden játékoknak a csúcsa szerintem, és főleg egyrészt, hogy ahogy mondtad, egy rendkívül erőteljes identitás képző valami, de tényleg rendkívül erőteljes. Tehát ott egyből, tehát hogyha te mondjuk kimész a grundra a vadidegen gyerekek közé, és ott beállsz, és mondjuk választanak azok a gyerekek, és te belekerülsz az egyik társába, aki közül senkit ott nem ismersz, azt se tudod kicsodák, vagy hogyha elmész egy olyan társába, ahol mindenkit ismersz, de mondjuk egy olyan csapatba kerülsz, aki közül senki se szeret, sőt mondjuk ellenszenvesek neked. Ettől függetlenül, amikor egy csapatba kerülsz fel, akkor olyan erősen megképződik az identitásod, hogy bármit megtenni annak érdekében, hogy ez a társaság, ez legyőzze a másik társaságot. Ez nagyon mély.
Tehát ez annyira mély, hogy én nem tudok már ilyen mélyre le se gondolni. Tehát ilyen atavizmus, tehát ilyen antropológiai jellegzetességünk, hogy tudunk identifikálódni, és nyilván azért van, hogy megmaradjunk. Tehát hogyha identifikálódsz egy csoporttal, akkor azok bevédenek téged. Te is bevéded őket, meg ők is téged, és tulajdonképpen ennek az oka az identifikálódás. Tehát minden törzsi, nemzeti, faluközösség, alvég, felvég, stb. Stb. Ez mind-mind identitásképző, és az identitásnak ilyen kis körei vannak, hogy először van a, vagy te meg a feleséged, meg a gyereked, aztán a szüleid, akkor a rokonság, az a hely, ahol élsz, akkor az a körzet, az országnak az a része, ahol élsz, és akkor az ország, akkor az a kultúrkör, amiben benne vagy, mondjuk Európa, az európai kultúrkör, és csak utána jön ez a globális cucc. Most ez, szerintem az a jó élet, hogyha ilyen körök, ilyen koncentrikus körök vesznek téged körül, ugye, és vannak átjárások a koncentrikus körök között, de azért jó, hogyha van egy magja, ahol te otthon érzed magad, tehát ahol te biztonságban érzed magad, ahol nyugodtan behunyatod a szemed, ahol nyugodtan nem kell meggondolnod, hogy mit mondjál, melyik pohárból igyál, stb. Stb. Tehát ha van egy ilyen dolog, akkor te ott jó érzed magad, és aztán jön egy másik kör, ahol már persze jóval több odafigyelés szükségeltetik, de még nem kell mindenre odafigyelni. Érted? És aztán van egy kör, körön kívüliség, ahol viszont már mindenre oda kell figyelned, és az már fárasztó. Tehát az állandóan stresszbe kell lenned. Tehát muszáj minél. Nem, olyan, mint amikor a törökök jöttek mondjuk Európa felé, és akkor ugye volt a végvár, amelyiknek először volt egy ilyen külső vára, akkor annak volt egyfajta felfogó ereje, akkor volt a belső vár, akkor volt a fellegvár, stb. És akkor ahogy jön a külső probléma halmaz, akkor te egyre inkább mész befele, végül a fellegvárba veted meg ott magad, és akkor ott viszonylag hatékonyan tudsz szerepelni. Most a futball az erre téged megtanít. Tehát méghozzá úgy tanít meg, hogy nem mondja meg neked ezt, hanem csak lejátsza. Tehát ha kimész a grundra, és ott helyi vagány fiúk, amit ugye én itt, ahol most lakom, Budakalász Szent István telepen, gyerekkoromban volt piketházunk, és akkor a hugommal, meg a nagymamámmal ide kirettünk rakva Budapestről, és akkor én ugye nem lehetett már csak részni, és másrészt meg délután mentem ki a foci pályára, ahol nekem meg kellett magam úgymond mutatni. Tehát helyt kellett állnom, hogy így mondjam, és akkor így az ember egy ilyen tanulási folyamaton megy át, ahol nem a felnőttek mondják meg, hogy kell jól viselkedned, hanem te magad jössz rá, és ez hátborzongató, és rendkívül fontos. Hát a futball ezért tartom nagyon fontos. Egyrészt megtanulod, mi az identitás, másrészt megtanulod, hogy kell magad alávetni a társadalomban, a társaságban, akkor hogy kell ebből kvázi kiválni, mert meg kell magad mutatnod, akkor megtanulod azt, hogy mi az, hogy fair play, tehát hogy szabályosan játsszál, nem érdemes csalni, mert ha csalsz, akkor nincs meg az öröm a győzelemben, akkor hogy tudod elviselni a vereséget, őrült fontos, ennél már csak egy dolog van fontosabb, hogy tudod elviselni a győzelmet, mert azt is el kell tudni viselni. Tehát, hogy rosszul reagálsz arra, hogy győzöl, akkor elszállsz, mint a győzelmi zászló, és akkor ráfázol. Tehát ezeket mind a futball megtanítja neked. Erről körülbelül 3 óráig tudnék beszélni, meg írtam is egy könyvet, az a cím, hogy Pálya, és az a nyugdíj van a világon, és nagyon-nagyon fontosnak tartom ezt a témát, úgyhogy inkább kérdezz valami más, mert akkor elragad a szenvedélye, sokáig beszél. Még egyet megkérdezek, mert erre kíváncsi vagyok, tudom, hogy követel így a válogatott szerepléseket, hogy neked melyik így a kedvenc magyar válogatottad, melyik generációt tartod így a legjelentősebbnek így a magyar futballban? Nézd, hát persze, amikor én kis
kisrác voltam, ugye 60-as évek, akkor 60-as évek közepén mondjuk, akkor darabig játszottam a Fradi kölyökbe pár, három vagy négy évig, és akkor én ott közelről láttam ezt az akkori társaságot, ahol az Albert volt a leghíresebb, és a Varga Zoltán volt a legnagyobb, legzseniálisabb figura, de hát a többiek is érdekesek voltak, és nekem ez volt a meghatározó, vagy a döntő. Tehát a Varga Zoltánról én nagyon sokat írtam, meg is ismerkedtem aztán vele. Egy nagyon érdekes fickó volt, szegény, már meghalt egész fiatalon, már jóval túléltem. És hát ő gyerekkoromban ő volt a nagy idol, tehát akkor ő szerintem a korának a legnagyobb tehetsége volt, nem csak magyar, hanem világviszonylatban is, és aztán nem sikerült neki se a karrierje, se a magánélete, se semmi, mert ő egy ilyen úgynevezett túlfeszített lényeglátó volt, aki mindent eltúlzott, tehát ő minden erkölcsi kérdést eltúlzott. Egy ilyen olyan típusú maximalista volt, aki nem csak magával szemben volt maximalista, hanem elvárta a többiektől, hogy tökéletesek legyenek. Ilyen nincsen. Tehát így nem lehet, ezt nagyon rosszul csinálta. Emlékszem, bocsánat, hogy mikor visszajött a rendszerváltozás után, és akkor a Fradiba kezdett el edzősködni, hogy nagyon ilyen megosztó volt, nagyon sokan utálták pont emiatt. Igen, pont emiatt, és tényleg egy-két ilyen nagyon tehetséges ember ki is vágott onnan, például Telekmancira emlékszem, hogy azt természetesen én nem ismerem ezeket a gyerekeket, akikkel a Varga konfliktusba kerül, de ő könyörtelen volt, őnála nem volt. Most ezt példának mondom, de magamra is vonatkoztatom, mert én magamat is maximalistának gondolom, tehát addig akarok foglalkozni egy szövegemmel, amíg abból ki nem jön az optimum, és hogyha nem jön ki, akkor nagyon pipa vagyok, és akkor állandóan foglalkozom vele. Tehát állandóan ilyen átíró vagyok, hogy úgy mondjam, tehát nem arról van szó, hogy megírok egy szöveget, azt hello, elengedem, hanem úgy gondolom, hogy életem végéig foglalkozom vele. Tehát abszolút ilyen maximalista módon próbálok mindent csinálni, és bennem is van egy picit van bennem, amivel nem értek egyet, de legalább reflektálok rá, ahogy szegény Varga Zoli nem reflektált erre a problémára, és ebbe halt bele, vagy erre ment rá a nagy karrierje. Tehát reflektálok arra, hogy másoktól ezt ne várjam feltétlenül. Én az inkorrektséget azt nagyon nem bírom. És ugye a mai társadalom, de maradjunk csak ennél az értelmiségi, vagy ha tetszik, a politikai, vagy közéleti, vagy irodalmi értelmiségnél, hogy sajnos rengeteg inkorrektség van. Tehát iszonyú sok a mutyi, iszonyú sok a kézkezet mos, a hamisság, a túlzás, az inkorrektség, a méltánytalanság, az, hogy nem úgy akceptálják az emberek egymást, nem a teljesítményeket, nem a teljesítmény akceptálódik, hanem inkább a brancsbeliek, hogy úgy mondjam. És akkor ez mondjuk valami nem tetszik nekem, és emiatt talán egy fokkal mondjuk dühösebb, vagy mérgesebb, vagy morgóbb vagyok a kelletén. Tehát itt állandóan azt mondom magamnak, hogy nyugi, ilyen az élet, ilyenek az emberek, stb. Jóval nagyobb megértéssel kell másokhoz viszonyulnunk, mert hiszen mi is nyilván ugyanolyanok vagyunk, tehát mi se vagyunk jobbak a Deákné Vásznánál, úgyhogy nem kell mindig felháborodnod, hogyha mondjuk valami méltánytalanságot tapasztalsz, hanem mondd azt, hogy oké, ilyen az élet. Az egyik ilyen leggyakrabban hangoztatott véleményed, vagy elved, hogy mennyire fontos, hogy minnyáján vegyünk részt a politika és a közügyek intézésében, a politika, mint a közügyek intézésében. Igen. Politika iránti érdeklődés és szerepvállalás, a politika feletti ellenőrzés roppant fontos civil feladat. Mit gondolsz arról, hogy ez a 4 évenkénti választásokon alapuló demokratikus politikai rendszer, amiben ma élünk,
alkalmas-e arra, hogy mi a társadalom ellenőrzés alatt tartsuk, és számon kérhessük a politikusokkal az ország helyzetének alakulását, és mit tehetnénk, hogy több befolyásunk legyen erre, és hogyan ébresszük fel a politika iránti érdeklődést így a polgártársainkban? Hú, hát jó nagy kérdés. Csokor, hát, hogy mennyire optimális ez a keret, ez a 4 évenkénti választás, ez tulajdonképpen, mit tudom én, nyilván nem optimális, de van, és tulajdonképpen ebből is ki lehet hozni jó dolgokat. Nem feltétlenül a választással, mert hogyha a választások mondjuk sűrűbbek lennének, vagy az lenne, mint Svájcban, hogy állandóan népszavazás. Népszavaznak, meg minden, lehet, hogy az sem lenne megoldás. Egy megoldás van, az, amit a görögöktől kell megtanulnunk, ugye, hogy a szabad görög férfiről beszélünk persze, nők tudjuk, hogy azok nem vehettek részt a dolgokban, de ezt most megint csak így leírólag mondom, nem lehet visszavetíteni a történelembe a mai viszonyokat. Tehát ugye a szabad férfi az egyszerűen fogta magát, és kiment a piacra, az agorára, és ott ágált, ugye innen van ez a magyar szó, hogy ágál, az agorán ott elmondta a saját véleményét, artikulálta és képviselte. És ez, és aki ezt nem csinálta, az olyan nem volt, mivel hogy azt a hülyének tartották volna, ez a híres biosz, idiotikus, ugye? A biosz idiotikus azt jelenti, hogy arra az emberre mondták, aki nem vesz részt a közéletben. De ilyen nem nagyon volt, mert a görögöknél a legnagyobb erény volt ugye az, hogy, hogy én megmutassam magam. Tehát az óthatatlan vágy arra, hogy ismerjenek. Tehát ugye a többi ember oldhatatlan vágya arra, vagy az ember oldhatatlan vágya arra, hogy a többi ember elismerje. Ez volt a görögöknek a hajtója. Mindenbe versenyeztek. Tehát ez az agón, a görög agón fogalma, az nagyon alap volt a görögöknél. Nem volt olyan dolog, amiben ne versengtek volna. És az a versenyszellem hozta elő azt az elképesztő, páratlan teljesítményt, hogy görög találtak ki mindent, az államtól kezdve, a szobrászaton keresztül, az egész összes irodalmi, és a filozófia, és orvostudomány, és minden a világon. Nem tudsz olyan dolgot, amit a görögök találtak volna ki, és űztek volna egész elképesztően magas fokon. Tehát ez az agón, a verseny, ez rendkívül fontos. Na most ugye mindez az agorán csúcsosodott ki, ahol az emberek állandóan kommunikáltak, versengtek, és érdeket érvényesítettek. Tehát ezt őrült fontosnak tartom. Tehát a mai viszonyokra lefordítva, hogyha minden ember részt venne, tehát minden embernek lenne a magánéletén kívül, ami nagyon fontos, amit a görögök ugye az oikoszon belül végeztek, az oikosz az a gazdaság. Tehát van egy oikoszod, a házad, a birtokod, a üzemed, nem tudom micsoda, ahol vannak a rabszolgák, meg a feleséged, meg a nem tudom micsoda, és ott végzik ezeket a dolgokat, amikre a görögök nem voltak különösképpen büszkék, tehát ilyen gazdasági ügyekben az nem nagyon volt számukra érdekes. Tehát a gáz ár emeléssel nem lehetett volna ott politikai kampányt folytatni, hanem ott, tehát ott elvégezte a szabad férfi ezt a gazdasági ügyét, és aztán kiment, és a közügyeit végezte. És ez az volt a jó élet, az eudaimónia, az eudaimónia, amikor ez a két ügy, amikor a magánélet, meg a közélet így egyensúlyban van. És hát én ezt szoktam mindig mondani, amire te is utaltál, hogy hát tessék emberek, jobban részt venni, és minél jobban részt venni a közügyekben. Nem csak elmenni szavazni, ugye van, aki el sem is szavazni, még erre sem
képes, hogy úgy mondjam, ez teljesen félreért minden. Tehát az ember, aki nem megy el szavazni, nem vesz részt a közügyekben, a véleményem szerint az anakus. Tehát az fogja be a pasztáját. Az ne nyafogjon, meg ne sipákoljon, meg ne siránkozzon. Nem, nyafogni kell, meg siránkozni, hanem részt venni a közügyekben. Szóval ez a radikális véleményem erre. A 19. és a 20. században a háborúk, gazdasági válságok, fasizmus és a kommunizmus keserítették meg az európai emberek életét. De úgy látom, hogy a 21. században a klímaváltozás következményei, a környezetszennyezés és a túlnépesedés lesz az a globális méretű trauma, aminek a jelentőségét és sebességét igazából fel sem fogtuk még. Én a mai magyar politikából is leginkább azt hiányolom, hogy miért van, hogy a nemzeti kormányok mégsem veszik komolyan ezt a kérdést. Nincs napirenden az ezzel kapcsolatos teendők megvitatása, hanem úgy viselkedünk állandóan, mintha nem lenne holnap, és mintha nem éreznénk már ma is nap mint nap ezeknek a folyamatoknak a negatív hatásait. Mit gondolsz erre, hogy miért nem foglalkozunk ezzel? Ez visszavezethető arra, amiről az előbb beszéltünk, tehát, hogy túlzottan is az emberek túlzottan is a saját kis ügyeikkel vannak elfoglalva. Tehát mindenkinek van magánéleti problémája, meg gazdasági problémái, meg anyagi problémái, meg nem tudom micsoda, de ettől, hogy ezekkel foglalkozik, még nem szabad ember. Akkor még egyfajta rabszolga életet él. Mindig egyébként visszatérve, kis kitérő a görögökhöz, ugye mondják, hogy így, meg úgy, meg hogy ott rabszolgák vannak. Tehát ugye az a görögök ellen a legnagyobb kifogás, ugye, hogy hát rabszolgaság volt, meg minden. Ez tipikusan ez a 21. századi attitűdnek a visszavetítése egy jóval korábbi 3000 éve azelőtti viszonyrendszerben. Jó, de meg kell nézni, hogy miért volt. Tehát, hogy álltak hozzá ezek a szabad emberek a rabszolgákhoz, ugye? Ez a kérdés. Tehát, hogy a görögök számára még olyan nagy etikai hérosz számára is, mint mondjuk Platón Szokratésze, ez nem volt probléma, hogy úgy mondjam, ugyanis ők azt gondolták, és tulajdonképpen ebben van valami számomra is, mert talán egy kicsit durván hangzik, de nem baj, hogy nem kötelező rabszolgának lenni. Nem kötelező. Senkit nem köteleznek arra, hogy rabszolga legyen. Ugye? Tehát a görög az azt mondta, hogy ő meghal a hazáért. Meghal. Tehát igenis, a görögök meghaltak, ugye ez a híres 300 spártai ott Termopülénél, de hát ez egy közhely, amit mindenki mond, de minden görög meghalt, Maratonnál is meghaltak, meg minden. Jöttek erre, és akkor a görög azt mondták, hogy oké, hello. Akkor mi addig harcolunk, amíg győzünk, vagy meghalunk, és kész. Tehát nem kell megadod magad. Ha viszont megadtad magad, akkor az egy más dolog, más státuszba kerültél, és akkor rabszolga vagy. De most kicsit áttranszponálva ezt a mai viszonyokra, tehát hogyha te nem harcolsz a jogaidért, a szabadságodért, az igazságodért, akkor nem vagy szabad ember, akkor rabszolgaként élsz. Tehát én ezt nagyon-nagyon döntőnek és fontosnak tartom, hogy igenis, tessék nem nyafizni, meg nem megadni magunkat a felsőbb hatalmaknak, nem tudom ki a jó Istennek, hanem tessék minden erőnkkel harcolni annak érdekében, hogy szabad emberek legyünk. Értem. Mindig kihangsúlyozom. Ezzel most lehet, hogy egy kicsit megkerültem a kérdésedet. Nem, hát ez hozzátartozik, hogy ugye ezért is ki kellene állnunk, arra gondolsz nekünk embereknek, ugye, hogy ne arra szavazni például, aki ezt a kérdést fontosnak de tartja. Igen, nem, mondtad, hogy a kormányzat így meg úgy. Szia, a kormányzat az azt csinálja, amit te engedsz neki, és kész. Ennyire egyszerű. Tehát nem lehet a jó despotától várni a megoldást, hanem neked kell. Ugye
Na most, ez bonyolult, mert görög is, Platón vagy Arisztotelész számára a demokrácia az nem volt a legjobb államforma, baromira nem. Tehát ott azt mondták, hogy ez túl problematikus, meg túl veszélyes, az ott állandó harc van, ott állandó kompetíció van, ugye, az aktorok között, tehát az emberek között, szóval emberek állandóan veszekednek, vitatkoznak, meg gyilkolásznak, tehát a demokrácia az nem a legfrankóbb. A legfrankóbb egy ilyen, amit most egy felvilágosult abszolutizmusnak nevezhetnénk, tehát, hogy egy nem jó szó, hogy diktátor vagy tyrannosz, mert ezek mind-mind terhelt szavak, hogy tyrannosz, ugye, akkor rögtön egy ilyen borzalmas emberre gondolsz, aki elnyom téged. De egy olyan egyeduralkodóra, vagy egy ilyen, hát igen, mondjuk egyeduralkodóra gondolt, mondjuk Platon, aki jót akar az embereknek, és viszont ezzel, hogy ő a jót képviseli, ezzel nem nagyon lehet mit kezdeni, mit vitatkozni, tehát az emberek kvázi beállnak a jó mögé. Most ez persze ez nem így van, mert én demokrácia híve vagyok, én nem gondolom, hogy ez így van, de azt tényleg, hogy szembe kell nézni azzal, hogy a demokrácia az egy ilyen veszekedős, harcos műfaj, és hogyha te nem vagy elég harcos alkat, illetve nem veszed rá magad arra, hogy belépj ebbe a harci térbe, ugye a demokráciába, akkor te várod a jó megoldást, és akkor, ha nem kapod meg, ugye, mert nem kényszeríted rá arra, hogy jól viselkedjen, jót tegyen, jót cselekedjen, korrekt legyen, meg minden, mármint a hatalmat, akkor ez nem lesz az. De nem azért, mert rosszak ezek az emberek, egyáltalán nem. Nem azért, mert olyan emberek, mint te meg én, akik a saját érdekei szerint fognak működni, és hogyha te, nem, meg én, nem, kvázi nem kényszerítjük rájuk azt, hogy a mi érdekeinket akceptálják, akkor nem fogják akceptálni. Nem fogják. Mert nem úgy jó emberek, tehát nem ilyen parexans jó emberek, nem jó emberkednek, na, maradjunk így. Hanem csak egyszerűen azt akarják, hogy az ő elgondolásaik érvényesüljenek. Úgyhogy ez egy örök probléma, hogy vagy, tehát, hogy vagy harcolsz, és akkor nyerni fogsz előbb-utóbb, vagy legalábbis nem fogsz nagyon, nagyon, nagyon veszteni, vagy pedig megadod magad, de akkor viszont ne nyafogjál. Szóval körülbelül így gondolom ezt a dolgot. Nagyon köszönöm Kokorelli Endrének, hogy megosztotta velünk a gondolatait. Mindenkitől azt szeretném kérni, ha még nem tette, iratkozzon fel a csatornára, valamint ha másnak is ajánlaná, ossza meg a csatorna linkjét ismerőseivel. Amennyiben támogatsz minket Patreonon, a linket megtalálod a leírásban, akkor az eddigi beszélgetésekből kimaradt exkluzív videótartalmakat osztunk meg veled. Keresd minket a Facebookon, Spotify-on és más podcast platformokon is. Köszönöm, Endre, hogy velünk voltál most, és nagyon remélem, hogy majd esetleg sikerül folytatnunk ezt a beszélgetést. Köszönöm, okay. Szia! Szevasz!